Komoly gondot okozhat az, hogy jövőre megszűnik a túlórák kifizetésének lehetősége a rendvédelmi szerveknél, hívta fel rá a figyelmet az MSZP. Harangozó Tamás a büntetés végrehajtás összeomlásától tart, ezért kitolná az említett lehetőség határidejét. Ennek hiányában ugyanis csak csúsztatással, vagyis szabadnappal lehet ellentételezni a pluszórákat. Az ágazat létszám hiánya miatt az utóbbi út sem tűnik járhatónak. Mindeközben arról szóltak a hírek, hogy tömeges leszerelési hullám indult a rendőrségnél, akik mindezt cáfolták. Annyit ugyanakkor elárultak, hogy az idei első fél évben 867 hivatásos állományú rendőr jogviszonya szűnt meg. A helyzetet a belügyi érdekegyeztető tanács sem nézi tétlenül, legalábbis a langlovagok.hu értesülése szerint. A portál arról írt, hogy a tanács a bét mielőbbi összehívását kezdeményezte Pintér Sándor belügyminiszternél. Céljuk, hogy 2019 után is maradjon a mostani rendszer. És akkor a stúdióban Harangozó Tamás az MSZP részéről. Jó reggelt, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Anélkül, hogy riogatnánk, mi a valós helyzet a rendőrségi állománnyal kapcsolatosan? Szerintem, hogy akkor a Felkon felőtt mondta, hogy az ORFK-t a közleményt adja ki, fogadjuk el. Mondta magam, hogy viccesen akkor be se kéne jönnöm, de olyat idézek akkor, ami akkor ezek szerint szinte hiteles lehet, az új országos rendőrfőkapitány Balog úr. A Honvédelmi Bizottságba kinevezése előtti meghallgatásának következőt mondta, ahhoz, hogy ne legyen túlóra, négyszer ennyi rendőrre lenne szükség. Tehát nagyon jó hangzik a 98%-os feltöltöttség. Szerintem matekból egy picit benézte az ORFK-t a közleményt, mert ha ő maga azt mondja, hogy fél év alatt mintegy 800 ember szerelt le, akkor szerintem már nem jön ki a 98%-os feltöltöttség, ha csak január 1-én nem 110%-on állt a rendőrség, tehát szerintem engedjük el ezeket a propaganda közleményeket. Milyen dolgozik ma Magyarországon? 32 000 körül papíron. Nem, hogy őszinte egyek, még egyszer mondom, hogy ez pontosan mennyi nem lehet tudni. Nem valami megbízhatóak szerintem a statisztikák, de ez egy másik kérdés. Ha maga a főrendőr azt mondja, hogy négyszer ennyi rendőrre lenne szükség, hogy ne legyen túlóra, akkor szerintem ez sok mindent elmond. Kettő, hogy ugye az, hogy leszerelési hullám van most is, vagy leszerelnek emberek, nagy a fluktuáció, hogy szokták mondani, ez teljesen világos. Itt a probléma jövő januárba léphet fel, méghozzá óriási probléma. Ez egy, ahogy tegnap is fogalmaztam a sajtótájékoztatón, ez a 22-es csapdája. Tehát nem túl nehéz belátni, hogyha egy állományban túlórát kell elrendelni, mert nincs elég ember. Most rajzolhat bármit az ORFK, nincs elég ember. Ha túlórát elrendelek, arra azt a megoldást adom, hogy aki túlórázott, annak kényszer szabadságot kell effektíve kivennie, tehát hogy nem pénzben váltják meg az ő túlmunkáját, hanem el kell mennie, és ugyanannyi szabadságot ki kell vennie, mint amennyit túlmunkát elvállalt, akkor nagyjából 3-4 hónap után előállt az a teljesen abszurd helyzet, hogy effektíve nem lesz, akinek kiadják a szolgálatot, mert mindenki ott szabadságon van. És szabadságon van, mi meg majd nem tudom, őrizgetjük egymás javait, meg nem tudom, felügyeljük majd a forgalmat, meg nyomozgatunk itt állampolgárok egymás után, vagy nem tudom, tehát nem tudom, hogy gondolták ezt az egészet. Én tudom, hogy gondolták, csak nem úgy történtek az események, ahogy azt a kormány előre szerette volna. Na, éppen erről kérdeztem volna a Harangozó úr, hogy önök látják-e azt a helyzetet, amivel korrigálni lehetne ezt a folyamatot? Igen. Ezt kértük tegnap, ezt kértem Szenesen Istennek a belügyminisztériumtól, hogy hagyják abba azt a időhúzást, ami látható. Teljesen egyértelmű, hogy ez a helyzet tarthatatlan. Maga Pap Károly, aki országos rendőrfőkapitány volt eddig, és most a főigazgató a belügyben, tehát ő alá tartozik minden rendvédelmi szerv. Ő írta idén márciusban egy levelet a kormánynak, amiben azt írja szinte szó szerint ő is, hogy ez a helyzet tarthatatlan, és 2022-ig meg kell hosszabbítani a pénzben való kifizetést. Ugyanis ma egy egyszerű, egy soros szabály van a HST-be, ami a hivatások jogállási törvénye, hogy 19. január 1-jel ez megszűnik. Ez a parlament tekintetében egysoros módosító javaslat, amit átírnak 19-ről mondjuk 22-re minimum. Ezt kértük, hogy ezt a belügyminisztérium jelentesse meg a honlapján, és szeptemberben a parlament első ülésén legyen kedvesek első törvényjavaslatként ezt behozni. Kettő, hogy ennek a költségvetési fedezetét is meg kell teremteni, hiszen látszik a jövő évi költségvetésben, amit elfogadott a parlament, hogy tényleg nem számolnak vele, mert 1,7 milliárd forint van túlórára. Ön is idézte itt a felkonfba, hogy volt az már 16. Én pont tegnap este kaptam meg a belügyminisztériumtól az írásbeli kérdésemre a választ. Képzelje el, az első fél évben csak a rendőrség tart már több mint 4 millió túlóránál, és több mint 8,5 milliárd forint kifizetett túlórára csak a rendőrség. Ehhez még ott vannak a tűzoltók, ott vannak a
a BV-sek, és róluk meg külön kéne majd azt gondolom beszélni, mert ott tényleg az összeomlás szélén van a történet már most is. Igen, itt látom én is, a szerkesztőim kigyűjtötték nekünk az adatokat. Valóban több mint 4 millió túlóráról van szó, és 11 milliárd forintos összegre, ami az első fél évben halmozódott fel. Mennyire elfogadható, harangozó úr, tetszik, nem tetszik, ugye mindig muszáj ezért mindenkitől ezt kérnünk, hogy próbáljunk a realitás talaján maradni. Ugye, amikor azt mondta a rendőrség, azt mondta a kormány, hogy a határainkat védeni kell, hogy nagyon sok rendőrt kell oda vezényelni, mindenki pontosan tudta azt, hogy ez majd túlórával jár együtt, akkor sem fogadható el? Ez mondjuk az ellenzék számára, hogy persze ez magától értetődő, hogy ekkora nagy tétel óraszámban és kifizetésben felhalmozódott. Hát erre két dolgot tudok mondani. Egyrészt nem az ellenzéknek kell elfogadhatónak lenni, hanem az állománynak. Ugyanis nem mi fogunk leszerelni, hanem a rendőrök meg a bérések. Tehát gondoljon bele, hogy nekik most már az elmúlt 4 évben ez rendszerszerűen így működött. És azt képzelje el, hogy ez a fizetésük, nettó fizetésük 1/3-át jelenti. Amit életvitelszerűen ezek az emberek nagyjából megszoktak már. Most ha ezt egy gomnyomásra elveszünk, gondoljunk bele, hogy január, február 1-i fizetésbe 1/3-dal kevesebb pénzön. Ezek az emberek valószínűleg az életvitelüket is hozzáigazították ehhez. Ezért szólunk már most előre, fél év előre, hogy a kormány időben üzenjen az állománynak, hogy ezt nem fogja meglépni, mert így talán ön is, meg a nézők is abban megérthetik, hogy miért riogatnak úgymond leszerelési hullámmal. Gondoljon bele, egy büntetés végrehajtása dolgozó 223.000 forintot kap, ha felszerel. Pont átküldte nekem az egyik BV-s ismerősöm nem mondom a nevét, az egyik ilyen bolthálózatnak a reklámját, hogy jöjjön hozzánk bolti eladónak, 263.000 forint a kezdő bér. Az, hogy túlórával együtt ők mondjuk kapnak plusz 80.000-et most, az azt jelenti, hogy oké, maradok, csinálom. De ha ezt elveszik tőlük, miért maradjon? Mondjon egyetlen indokot, hogy miért maradna ott, amikor kevesebbet kereste, mint egy bolti eladó, az életét, a testi épségét naponta veszélyezteti. Arra esküdött föl, hogyha kell, az élet árán megvédi a hazáját, stb., vagy azt a feladott kört, amit neki el kell látnia. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez teljesen érthető az állomány részéről. Én nem tudom egyébként, hogy az ellenzéki párt mennyire tartja ezt reálisnak, hogy ez bármilyen kormány megkockáztatná, hogy a rendőrségi állomány tulajdonképpen elolvadjon. Hát ugye a rendőrségnek minden országnak szüksége van. Ez még nem olyan nagy tétel azért, hogy ezt ne tudná bárki kifizetni. Ugye a realitás az onnan van, ez nem vélemény, amit mi mondunk, ez egy elfogadott törvény, ami hatályban van. Azt mondja az ORFK, hogy ez a statisztika, amit ugye önök is mondanak, meg ez a másik szervezet, ez egy kacsa. De én nem mondtam önnek semmilyen más statisztikát, mint amit az országos rendőrfőkapitány mondott. Én értem, csak ugye a híradásban is elhangzott, hogy négyszer annyi rendőr kéne, hogy ne legyen túlóra. Ezt ők sem cáfolják. Most mondtam el önnek, én láttam azt a papírt, nyilván nincs jogom, mert valahogy kikeveredett a sajtóba is, és onnan láttam, hogy maga Papp Károly leírta, hogy itt katasztrófa lesz. Nem én mondom, a jelenlegi belügyi államtitkár írta le idén márciusban, hogy nagyon nagy baj lesz. Nekem meggyőződésem, hogy ezt nem fogják hagyni, csak hogy ez mennyire realitás, azt kérem értse meg, hogy néhány héttel ezelőtt fogadtuk el a tavalyi évi költségvetést, és illetve fogadta el a Fidesz a parlamentben. Néhány héttel ezelőtt azt szavazták meg, hogy ez a rendszer lesz, hiszen nem raktak be pénzt. Amiről ön is beszélt, 16 milliárd helyett 1,7 milliárd van. Azért szeretnénk beszélni róla, mert a végén szerintem úgy is meg fogják lépni, de az állománya nem lehet azt megcsinálni, hogy az utolsó pillanatban, mondjuk decemberben egy salátatörvényben egy egysoros módosítóval eltörlik, mert addigra nagyon-nagyon sokan el fogják dönteni, hogy akkor inkább itt hagyják ezt az egészet. És együtt mondott, engedjen meg, mert nagyon fontos, a fővárosi börtönben és környékén, Nyugat-Magyarországon, nyilván az Ausztria közelsége miatt és Budapesten és a munkahelyek miatt szinte tartatatlan a börtönökben az állomány a fogvatartói részen, tehát nagyon-nagyon sok ember hiányzik. Ha ez a probléma még oda bejön, akkor ott tényleg katasztrófa lesz, mert gondoljon bele nagyon röviden. Tehát nem arról van szó, hogy kiküldenek-e még 2 trafipaxot, vagy nem. A börtönben arról van szó, hogyha nem tudják kiadni a szolgálatot, vagy nem megfelelően tudják kiadni a szolgálatot, ott ön is tudja, ember élet kerül veszélybe rögtön, és fogolyszökés, lázadás, bármi történhet. Ezzel nem szabad Azért ilyen játszani. Filmesen még egyelőre nem szeretnék gondolkozni erről a jelenlegi helyzetről. Ellenben szeretnék gondolkozni. Menjen, látogassa meg, nézze meg, mi van most a fővárosi intézetben. Jó, meg szerintem egyébként ezzel a témával nem sokára pont foglalkozni fogunk. Menjünk tovább az Éliosz ügyre. Itt volt Szanyi Tibor nálam néhány nappal ezelőtt. Hát tudja,
akkora csalódás volt, mert ettől én még tudom élni az életemet persze, mert hogy azt mondja az MSZP részéről Szanyi Tibor arra felvetésre, hogy na, a rendőrség aktákat foglalt le Éliosz ügyben, hogy ugyan már ez nem számít. És tudja, amikor még nem foglalták le, akkor az volt a baj. Most lépett a rendőrség, most meg ez a baj. Szóval miért nem elfogadható ez az MSZP részéről? Először is a kérdést én tettem föl. Először a legfőbb ügyésznek, majd a belügyminiszternek, és az én kérdésemre válaszolta. De én ezt annyival beszélgettem, nem a legfőbb ügyésznek. Csak mondom, az én kérdésem. Nem, ez sok helyen annyi van egy képviselő kérdésére, csak mondom, hogy én voltam az, aki ennek az ügynek továbbra is utána járok. Én magam is azt állítom, hogy nevetséges az egész kárászúr, és el is fogom ennek mondani, hogy miért. Annyit tudtunk meg fél év után, hogy nyomozó csoport alakult, meg annyit tudtunk meg, hogy iratokat foglaltak le. Talán ön is emlékszik rá, nem volt olyan régen, hogy a választás előtt egy összellenzéki vizsgálóbizottság, alternatív vizsgálóbizottság alakult, igen, és lementünk például Kecskemétre. Lementünk Kecskemétre, hogy megnézzük az önkormányzatnál lévő papírokat, amiket azért nem mutattak meg nekünk, Kárász úr, mert hirtelen a rendőrség kiszállt és lefoglalta őket. Na, ha ez volt az iratlefoglalás, tudja, hogy az ellenzéki képviselők elől elzárták a papírokat, majd azóta eltelt már 5 hónap és nem történt semmi, akkor értse meg, hogy azt tudjam erre mondani, hogy ez nevetséges, hiszen... Tehát nem ez arról van nem szó, egy jogszerű eljárásnak a része. Jogszerű eljárás, de mondja meg nekem, Kárász úr, hát, egy ilyen ügyben... Álljunk meg. Amit ön mond, az azt sugallja, hogy bár lehet, hogy jogszerű, de szándékosan szerintünk megakadályoznak. Abszolút joggal való visszaélés volt. Képzelj el, ez úgy történt, hogy pénteken küldött egy e-mailt az önkárti képviselőnk, hogy hétfőn mennénk országgyűlési képviselők is betekinteni, majd péntek délután a rendőrség bejelentkezett, hogy elvinné a papírokat. Majd ott ültünk az épületben, még nem vitt el a rendőrség, ott volt a másik szobában, 4 országgyűlési képviselő ült a teremben, és nem engedtek át minket, hogy megnézzük a papírokat, mondván, hogy azt már a rendőrség lefoglalta, tehát a játék az egész 1-2. Az Olaf abban a jelentésében tokkal vonóval összeszedte ezt az ügyet, az egész ország ezen csámcsapott nevekkel, összefüggésekkel, szereplőkkel, eseményekkel, mindennel. Mondja meg nekem őszintén, ez nem arról szólt, hogy Pista bácsi bement és ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert szerinte valami van, hanem 2 évnyi kvázi nyomozási munka után az Európai Csalás elleni Hivatal átadta a rendőrségnek, hogy tessék, kedves kollégákkal lehet dolgozni. Eltett lassan 7 hónap vagy 8 hónap. Ezek után értse meg, hogyha a miniszter annyit válaszol, hogy lefoglaltak iratokat, megkérdeztem, tanúkihallgatás volt-e, zár alá vettek-e vagyont, ha esetleg beigazolódik, hogy itt baj volt, akkor miből fogják kártalanítani az állampolgárokat, stb. Stb. Ehhez képest mondom azt erre a válaszra, és ezt kérem, hogy értsenek, hogy ehhez képest ez a válasz, ez egy nesze semmi fog. Én mindent megértek, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vannál, és mindezeket elmondtam.